Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, az évközi idő 24. vasárnapján, amely vasárnapon a kereszt felvételéről és az érdemszerző és eredményeket termő áldozatvállalásról hallunk az Úr Jézus felhívásában. És ez szorosan kapcsolódik a tegnapi Szent Kereszt ünnepünkhöz is, ez a mai vasárnapi evangélium, és a kalendáriumunk szerinti fájdalmas szűzanya emléknapjához is, amit a mai vasárnap háttérbe szorít, de az üzenet megmaradt számunkra. Szeretettel köszöntöm a gazdagréti testvéreimet és az Apostol TV kedves nézőit. Az adakozó kérésének szándékának megfelelően ezt a mai szentmisét fölajánljuk. Elhunyt Nyárasdi Sándorné, Ilona testvérünk lelki üdvért, ki 64 évi házasság után költözött el a világból. Elhunyt Ferenc nagypapáért, Margit nagymamáért, elhunyt Attila unokatestvérért és elhunyt rokonokért. Kegyelettel emlékezünk a három esztendeje elhunyt Elek József testvérünkre is. 60-ból is kértek ima szándékot a mai szentmisére. Borsányi András felesége halálának 9. évfordulója emlékére kéri imánkat, és elhunyt szülőkért és testvérekért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenekhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földjegység a jóban haladó embereknek. Dicsőjétek néked, áljunk néked, és állunk néked, alasszalunk néked.
Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd éreznünk irgalmas jóságot, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által a megváltó így beszél. Isten, az Úr megnyitotta a fülemet. Én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odafordítottam azoknak, akik vertek, arcomat pedig azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik meggyaráztak, és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vállalok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Kiszállhat velem perbe. Álljunk ki együtt. Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám. Isten, az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el? Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Jakab leveléből. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája, és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyikőtök így szólna hozzá, menj békében, melegedj és lakjál jól, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki, neked hited van, nekem meg tetteim. Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet. Ez az Isten igéje. Isten.
legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait, kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát, ti kinek mondottok, ki vagyok? Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvették, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban a kereszttitkáról gondolkodunk, hiszen az Úr Jézus mai üzenete arra biztat bennünket, hogy vegyük fel minden nap a keresztünket, mert aki nem veszi fel minden nap a keresztjét, az nem tudja őt követni. És aki meg akarja menteni ezt a földi életét, az emberi dolgaiban akar sikeres lenni, az elveszíti az életet. Aki viszont elhagyja Krisztusért, az evangéliumért, a helyes értékrend nyomán az életét, az megtalálja azt. A keresztről gondolkodunk, mint említettem a Szent Mise elején. Tegnap volt a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, arra emlékezve, hogy Ilona császárnő megtalálta a IV. Század elején Jeruzsálemben az Úr Jézus keresztjét a Golgota környékén, és aztán felmagasztaltatott a kereszt, ami egyébként is a felmagasztalás eszköze, s nem a szenvedésé, mert hiszen az Úr Jézus győzelmi jelként hordozta fájdalmasan és fáradtságosan és szenvedve a keresztjét, de mégis a kereszthalált, a feltámadás váltotta föl. Így tehát az Úr Jézus keresztje az ő felmagasztalásának a kapuja. Így tehát Péternek is meg kellett értenie, ahogy hallottuk az evangéliumban, hogy nem szabad emberi módon gondolkodnunk a keresztről, a szenvedésről. És így tehát, amikor ránézünk a keresztre, egészen pontosan és a helyes fogalmakat használva, mint itt az oltár kereszt
esetében is a feszületre, ami tehát olyan kereszt, amelyen ábrázoljuk az Úr Jézus áldozati testét is, a keresztre felfeszítve ez a feszület. Amikor erre nézünk, akkor okvetlenül nem a szenvedésekre kell gondolnunk. Amikor Jézus arra biztat, hogy vegyük föl minden nap a keresztünket, akkor nem értelmetlen fájdalmak vállalását, megpróbáltatásokat, szenvedéseket akar ránk bízni, hogy ezeket derűvel fogadjuk, hanem a mindennapi élet szolgálatában fedezzük fel annak a lehetőségét, hogy a nehézségek az áldozatvállalások után meg lesz annak az eredménye, jótékony hatása és gyümölcse. A fáradtságos emberi munkának megvan a gyümölcse, a másokért végzett nehéz szolgálatoknak megvan a megfelelő és jótékony eredménye és haszna. Tehát az Úr Jézus keresztjében már is ott kell éreznünk a remény üzenetét, hogy bár vannak nehézségeink, de ezek mégis javunkra válnak, ezeket az Úristen úgy szenteli meg számunkra, hogy ez a világnak is a jobbá tételéhez tudunk ezekkel hozzájárulni. Egy kovácsmester történetében azt olvassuk, hogy ez a kovácsmester szépen végezte a munkáját, vasmunkákat végzett, kardokat, késeket készített, azoknak a pengéjét, és olyan buzgón dolgozott, és olyan jó hatások érték, hogy korábban nem volt hívő ember, de aztán úgy gondolta és érezte, hogy neki a hit útjára kell lépnie, és ezt meg is tette. De ezzel együtt valahogy a sorsa rosszabbra fordult, sokszor eredménytelen volt a munka, sokszor az anyagi nehézségek gyötörték, vagy kisebb-nagyobb betegségek, és aztán a barátjával erről elbeszélgetett, és a barátja megjegyezte neki, hogy hát ez valahogy nincs a rendjén, ha te jóba lettél a jó Istennel, akkor az lenne ennek a rendje, hogy még jobb legyen az életed. És itt most fordítva történt, hogy most sorsod egy kicsit úgy tűnik, hogy rosszabbra fordult. Hát valóban ellentmondásos ez a helyzet. A kovácsmester is elgondolkodott ezen, de aztán, ahogy dolgozott a nagy hőségben, a műhelyében, ott volt a lángoló tűz, az üllő, munkálta a vasat, hát valami érdekes gondolat jutott eszébe, és magyarázat a barátja által felvetett kérdésre is. Vissza is ment egy alkalommal a barátjához, és elmondta a felismerését, amely a munkájával kapcsolatos. Tudod, mesélte a barátjának, én egy élettelen anyaggal dolgozom, egy nehéz anyag, amiből aztán könnyű használati eszközök, vagy kardok, kések lesznek, de hát azt a megmunkálatlan vasat nekem meg kell munkálnom. Ahhoz viszont előtte izzóvá kell tennem, tehát a tűzbe kell raknom, és aztán a pörőjjel ott az üllőn hatalmas csapásokkal munkálom az anyagot, amire valami formája lesz, és aztán hideg vízbe kell tenni ezt az izzó vasat, a műhelybe telik a gőzzel, az anyag elkezd sisteregni, minthogyha méltatlankodna vagy szenvedne, és aztán újra még előről kell kezdeni, mindaddig, amíg a nemes anyag és a megmunkált acél el nem éri a megfelelő formáját. Így értelmezem az életemet, ismerte föl a kovács, hogy így munkál meg minket a Jóisten. Van, amikor tüzes, nehéz, izzó helyzetek vannak, van, amikor
Az ütések fájnak, mert erős csapások érnek minket, és aztán kínoznak a hideg vízben. Tehát ezek az élet helyzetei, eseményei, amelyeket megenged a Jóisten azért, hogy belőlünk valami értékes személy váljon, valaki olyan valaki, aki aztán másoknak a hasznára lesz, mert hiszen én is így bánok ezzel a vassal, az acél megmunkálásával, és az igazi érték ennyi megpróbáltatás után kerül ki a kezemből. Valóban a szenvedés az nem valami értelmetlen gond az ember életében, és nem is kell azt tudatosan keresnünk, mert mi nem önkínzóak vagyunk, akik tudatosan keresünk valami szenvedési alkalmat, hanem elfogadjuk az életünk nehézségeit, áldozatait, amelyekből aztán, amelyekben megmunkál minket a Jóisten, és engedi, hogy értékké váljunk, hogy mások hasznára váljunk, hogy a nehézséggel elvállalt feladatokból, szolgálatokból érték származzon. Ezt megértette a szűzanya is, mint említettem. Szeptember 15-e a fájdalmas szűzanya napja, amit ma a vasárnap háttérbe szorít ugyan, de a szűzanya is megértette azt, hogy fájdalmakat is vállalni kell az embernek az életében, hiszen ahogy az öröm percei eljöttek, és karjába vette Betlehemben a gyermekét, akit elfogadott, már 10 éves fiatal, eljegyzett mennyasszonyként. Azok után, 40 nappal később már meghallotta a nehézségekre utaló megjegyzést a jeruzsálemi templomban Simeon ajkáról, hogy a te lelkedet is tőr járja át. És valóban sokféle tőr átjárta a szűzanya lelkét, fájdalmak, mert menekülni kellett hamarosan Egyiptomba, aztán eltűnt a 12 éves Jézus a templomban, keresték, nem találták, bánkodtak miatta, és aztán, ahogy a keresztúti stációk 4. állomásánál megemlékezünk erről, látta a kereszthordozó fiát, ott állt a kereszt tövében, és bár nincs erre evangéliumi leírás, de ugyancsak a keresztúti stációk sorában megemlékezünk arról a 13. állomásnál, hogy leveszik Jézust a keresztről, és édesanyja ölébe helyezik. Hát, ha van fájdalom, ez biztos, hogy anyai fájdalom volt a szűzanyának, de mindezeket az ő hite átitatta, ezeket a nehézségeket, és aztán örömmel tapasztalta a győzelmet, a feltámadást, amelyben aztán neki is elsőként része lett az ő föltámadása és mennybevétele által. Mi is a mai üzenet? Hát az, hogy próbáljunk úgy vállalni áldozatot, minden nap úgy vegyük fel a keresztünket, hogy ennek meglátjuk az értelmét, és bízunk abban, hogy nem csak emberi érzelmi szinten minden jóra fordul, nem ez a hitnek a lényege, hanem az a tudatos és tényszerű felismerés és elhatározás, hogy nekünk minden áldozatunkat a Jóisten megszenteli, hiszen, ahogy Péter kimondta, Jézusban felismerhető a Messiás, ő az Isten fia, ő az az Izaiás által már előre meghirdetett, küldött az Isten szolgája, az Úr szolgája, aki nehézséget vállalt magára, de az Úr vele volt, és győzelemre vitte áldozatát. Nekünk is ezt ígéri az Úr, ezt adja meg az Úr Jézus, és így vállaljuk tehát nap mint nap keresztjeink felvételét. Amen.
Hiszek az egy Istenben. Hiszek az Egyiptomban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Istennek a valóságos Istennek. Született, de nem teremtni, az Atyával egylévő, és minden által vele. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élek erejéből, Szűz Máriától és emberéle. Koncilus világosa, értünk keresztre feszekedtünk, imbalás Imádkozzunk testvéreim, hogy Jézus Krisztust követve szívesen vállaljuk mindennapi keresztjeinket. Add egyházat pásztorainak, hogy a lelkek üdvösségéért türelmesen hordozzák kötelességük keresztjét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a népek felelős vezetői az igazságtalanság és a nyomor megszüntetésén fáradozzanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a betegek a maguk és mások örök boldogságáért készségesen vállalják szenvedésüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyikünk se zúgolódjék életének keresztje miatt, hanem ismerjük fel benne szent akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy segítsük embertársainkat kereszthordozásukban, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Kérünk téged, hallgass minket. Mindenható Atyánk, szent fiadat sem kimélted meg a szenvedéstől és a kereszttől. Add kegyelmedet, hogy keresztjeink türelmes viselésével biztosítsuk a magunk és mások örök üdvösségét Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, s vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként fölajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, s megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által, minden teremtmény a világon, újjong vágya szent neved, és ének szóval zengi. Magasztalunk téged, szentséges Atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a Teremtőnek szolgálva, uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges Atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet.
és hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Elküldte tőled, Atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szent Lélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges Atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtőborával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva, felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Ferenc pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, vagy média szolgálatunkkal bekapcsolódnak szentmisénkbe, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el. Ilona testvérünkről, Ferenc nagypapáról, Margit nagymamáról, Attila unokatestvérről, elhunyt rokonokról, 3 éve elhunyt József testvérünkről. Emlékezzél meg minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered, így a templomunkban nyugvó hívekről is. Jóságos Atyánk, add meg minnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel, szent angyalaiddal elnyerjük a mennyei örökséget országodban,
és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Jézusom, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küldd el szent lelkedet, és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erőddel bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem az Istentől való bennem. Ámen. Thank you.
északi áldozás imádságával kérjük a kegyelmet, a belső lelki találkozás élményét mindazon testvéreink javára, akik otthonaikban vannak, és most a tévés közvetítésünkkel velünk imádkoznak. Látogassa meg szívük mélyén őket is az Úr Jézus. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk, mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, mint ismeretes már, hogy a tegnapi nappal elkezdődött az Ars Sacra Fesztivál idei ünnepség sorozata, ennek az ünnepi hete, amely 22-éig tart a jövő vasárnapig. A szent művészetek szolgálata és üzenete a Jóistent dicsőíti, a lelkeket felemeli, és a kinyilatkoztatás örömhírét közvetíti számunkra. Felemelő szép volt a tegnap esti nyitó hangverseny, amelyre itt a mi templomunkban került sor. Bogányi Gergely és családja közreműködésével, meg itt is maradt a hétvégére mutatóban ez a különleges UFO zongora, de van élő program is még a továbbiakban. 19-én csütörtökön ennek a fesztiválnak a keretében este 6 órai kezdettel a Budapesti Énekes Iskola Albert Falvi tagozatának koncertje lesz itt a templomban. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az örményországi zarándoklatra, amelyet már régóta meghirdettünk, még a holnapi napig lehet jelentkezni. Még mindig várunk újabb jelentkezőket, hogy a csoport megfelelő létszámmal el tudjon indulni. A Szent Ráfael Arkangyal Kegyhely Látogató Zarándok Klub szeptember 19-én csütörtökön az Alpokalja Gyöngyszemvárosába Kőszegre látogat, amelynek a rövid programja megtalálható az Angyalszóban, a hírlevelünkben és természetesen a plébániai honlapon. Erre a garantáltan kiemelkedő, érdekes és emlékezetes zarándoklatra szeretettel hívja a klubtagokat és más érdeklődőket is Rétvári Sándor tanár úr, a klub vezetője. Minden hónapban, 22-én, amikor Ananyában, Libanonban csodák történnek Szent Sárbel atya közbenjárására, és másutt is a világon, Szent Sárbel napja hónapról hónapra 22-e, ezért minden hónapban mi is megemlékezünk Szent Sárbel atyáról, akinek erekjéit templomszentelésünktől fogva, immár 8 esztendeje, őrizzük a keresztelő kápolnában, a róla elnevezett kápolnában. Jövő vasárnap lesz az újabb Szent Sárbel liturgia és közös imádság, keleti liturgiával, amelyet kivételesen most délután 4 órai kezdettel mutat be Kocsis Tamás délbudai görögkatolikus szervező lelkész atya. A részletes program ugyancsak
a hírlevélben található. Megtisztelő felkérést kaptam ma délutánra a gyáli plébániához tartozó felső pakony község búcsújára. A fájdalmas szűzanya a búcsúra, illetve a templom felszentelésének a 30. évfordulója megünneplésére. 3 órakor lesz ott majd ünnepi szentmise. Kérem imáitokat ehhez a szolgálathoz is, és a televízió kedves nézői számára pedig jelzem, hogy az Apostol TV is részt vesz az ünnepen, hogy majd egyszer felvételről tudjuk bemutatni ezt a szép ünnepet. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra a mai szép vasárnapon. Kérem a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt a Jóisten kiáradó áldását. Az Úr legyen veletek! A mi Urunk, a minden vigasztalás Istene, irányítsa napjaitokat az ő békéjében, s ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, s erősítse meg szíveteket az ő szeretetében. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éljétek le a földi életet, minden napi munkátok legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog örök életre. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy jó rajtán, esedezz meg régi, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek kezére, a sátán és a többi gonosz ellenek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,